Nyelvében él a nemzet. Nekünk, magyaroknak volt egy olyan mozgalmunk, amelyhez hasonlót kevés más nép tudott olyan eredményesen véghez vinni, mint mi. Ez a nyelvújítás. Írók, költők, nyelvészek fogtak össze, hogy gazdagítsák, tökéletesebbé, szebbé tegyék a magyar nyelvet. Egy egész tudóstársaság alakult nyelvünk, és ezzel együtt a magyar tudomány szellemi életfejlesztésére. Ez volt a Magyar Tudományos Akadémia. De maradjunk házunk táján. 1791-ben Erdély különböző településein egy lelkes hangú levelet kézbesített a posta. A körlevél közölte, hogy nagy erők szunnyadnak a magyar nemzetben, hiszen a vallási üldözések, idegen elnyomás, természeti katasztrófák ellenére is számottevő tudományos eredményeket tud felmutatni. De még sok vagyon hátra, írta a levél szerzője. A tudományok még nevekedést, sok terjeszkedést kívánnak a magyar hazában, mert sokkal többre alkalmatos nemzetünk. Aranka György minden jelentős erdélyi és magyarországi tudóssal kapcsolatban állt. Nem csak nyelvművelőként, kulturális szervezőként tett szolgálatot hazájának, ő maga is verseket írt, és számos művet franciából, németből, magyarra fordított. Kora szellemi vezérei közé tartozott. Az erdélyi magyar nyelvművelő társaság, 1793-ban Marosvásárhelyt tartotta első összejövetelét. Ez a tudós társaság a Magyar Tudományos Akadémia elődje. Büszkén jegyezhetjük meg, Erdély megelőzte Magyarországot. A levél értesítette tudósait a nagy fontosságú eseményről. A kezdeményezésnek mély gyökerei hagyományai voltak. Már Bot Péter, erdély történetírásunk úttörője felismerte, hogy a tudósok összefogása nélkül lehetetlen tudományos tevékenységet sikeresen folytatni. Bot Péter nyomán Battyány Ignác, a Gyulafehérvári püspök szándékozott akadémiát létrehozni. Teleki Sámuel főkancellár pedig a Marosvásárhelyi tékát Magyar Göttingának tekintette szellemi nagyjaink minden tőlük telhetőt megtettek, hogy az erdélyi kultúrát és annak hordozóját az anyanyelvet fejlesszék, felvirágoztassák. A nyelv fejlődése nem ismer megtorpanást. Ne gondoljuk, hogy a nyelvünk napjainkban elérte már végső fejlődési fokát. A magyar nyelv mesterei, írók, költők, irodalmárok Magas művészi szinten kezelik a nyelvet, elkápráztatnak alkotásaikkal, de még a leggazdagabb, legkifejezőbb legszebb magyar nyelv sem a fejlődés végső állomása. A jövendő nemzedékek is hozzáadják majd nyelvünkhöz a magukét. Amiképpen a magyar nem volt, hanem lesz, amint Szécsényi mondja. Ugyanúgy a magyar nyelv is egyre inkább kiteljesedik, a nyelv együtt fejlődik a néppel. A nyelvtan úgy él tudatunkban, mint iskolai tantárgy, és a tantárgyak között is elvont, száraz, unalmas szabályok gyűjteménye, a matek ikerpárja, sok diák rémálma. József Attilának megvolt a lesújtó véleménye a bogaras Horger tanár úrról, de később belátta az igényes tanár igazát a költő szárnyaló versein Horger tanár úr kezenyomát is nyomon lehet követni. A nyelv a folyóra emlékeztet, amelyet csermelyek, patakok táplálnak. A hasonlatbeli folyónak jókora vízgyűjtő hálózata van. A beömlő patakok meglehetősen bővizűek, kiapadástól nem kell tartani. Arany János a párcium, Vörös Marti a Dunán túl, Petőfi az Alföld, Sütő András a mezőség, Tamási Áron a székely föld nyelvét emelte be az irodalomba. Csodálhatjuk nyelvünk színeit, ízeit, hangulatát, de az is igaz, hogy a patakok élővizein kívül sok szennyis bekerül a folyóba. Ez mindig így volt, és így is lesz. De borulátásra még sincs ok, hiszen a folyónak megvan a maga öntisztító mechanizmusa. Azon kívül pedig a nyelvtisztaság elkötelezett őrei is serényen tevékenykednek. Amíg sokunkban él a nyelvi öntudat, addig nem kell féltenünk életünk folyóját az elposványosodástól. Az anyanyelv legnagyobb kincsünk. Az anyanyelv nagyobb kincsünk, mint a föld, mert akkor is tulajdonunk, ha a föld már kicsúszott a lábunk alól. Nyelvünk egyetlen biztos örökségünk, vagyonunk, amelyből szegénynek is annyi jut, mint gazdagnak. Ebben a kincsben csak az nem részesül, aki önként lemond róla. Nyelvünk, három ezer évre visszatekintő örökségünk minden akadályt, veszélyt legyőzött. Íme itt van. A miénk. Tőlünk függ, mit kezdünk vele. Húzzuk, nyúzzuk, rongáljuk, vagy mint értékes kincset megbecsüljük, gazdagítjuk, gyermekeinknek átadjuk. Múltat, jelent, jövendőt anyanyelvünk kapcsol össze. Bennünk él. Ezen a nyelven gondolkodunk, álmodunk. Anyanyelvünk elkísér az első gügyögéstől az utolsó sóhaig. Leghűségesebb útitársunk. Mi sírva szállunk, de nyelvünk életbe marad a jövendő nemzedékek örömére.